Egyelőre csak két bicikli áll az új nyíregyházi ifjúsági közösségi tér előtt, pár nap múlva már akár több tucat is parkírozhat itt. Az épület május 19-én pénteken nyitja meg kapuit a nagy közönség számára, mondta az Új Nemzedék Központ ügyvezető igazgatója a közösségi tér hivatalos átadóján. Süveges Antal Pál kiemelte, országosan 20 hasonló helyet nyitnak meg. Ezek a kontaktpont irodahálózaton alapuló közösségi terek, ami arra a felismerésre próbál válaszolni, hogy az ifjúságnak, az ifjúsági közösségeknek legyen helye olyan helyen találkozni, ahol nem kell fizetni, nem kell fogyasztani, nincsen fogyasztási kényszer, és hogy egyben felkészült szakemberek tudják az ő igényeiknek megfelelő válaszokat megadni, illetve programokat szervezni számukra. Az Új Nemzedék Közösségi Tér átadóján megyei közgyűlési képviselők, az ifjúságot segítő civil szervezetek vezetői, a nyíregyházi alpolgármester és diákpolgármester, valamint fiatalok is részt vettek. Végzős diák vagyok, most érettségizek, az érettségi küszöbében állok, és hát meg hát van a szóba, és ez egy teljesen új hely, és rengeteg lehetőség van, hogy megmutassuk a kreativitásunkat, akár tudunk csocsózni, és pingpongozásra is lesz majd lehetőség, partikat szervezhetünk, akár jobb, mint a kocsmában ülnénk, mert összekovácsoljuk itt a csapatot. 10 órától 18 óráig várják a fiatalokat, de külön egyeztetés alapján akár tovább is nyitva tart a nyíregyházi közösségi tér. Ha este 8-tól szeretnének egy beszélgetőkört tartani, vagy bármilyen tevékenységet, akkor rendelkezésre áll a tér nekik 8 óra után is. Olyan programokat próbálunk meg szervezni, amelyek a fiatalok ötleteire épülnek, a fiataloktól jönnek az ötletek, és pont az őket érdeklő dolgokat, őket érdeklő rendezvényeket fogunk itt a térben megvalósítani, de ha már kész ötlettel érkeznek, kész rendezvénytervvel, akkor azt helyet biztosítunk nekik, és teljesen segítjük, hogy ezt meg tudják valósítani itt a térben. James Taylor művét az Ink a Cappella együttes énekelte a megnyitón, a közösségi térben akár hasonló koncerteket is szervezhetnek majd a fiatalok.